Most, hogy képes lenne valamit elkövetni, akár kisebb bűncselekményt is? Hát kizárt dolog. Kizárt dolognak tartom. Üdv mindenkinek, sziasztok! A nevem Veronika, és ez itt a Valódi Bűnesetek. A világ minden tájáról keresek bűneseteket, azokat feldolgozom, és ezen a csatornán mondom el nektek. Azért mondtam, hogy ezen a csatornán, mert van egy másik csatornám is, az Állatpolgár, ott állatokkal kapcsolatos videókat készítek, vagy ők az elkövetők, vagy ők az áldozatok, van, hogy legendákról beszélek azon a csatornán. Ha kíváncsiak vagytok arra a csatornára, akkor a leírásban megtaláljátok a linket. A mai részben folytatom a magyarországi bűneseteket. A mai videó Sós Lajos büntetteit dolgozza föl. Sós Lajos, ő egy évtizeden át, 1968-tól 79-ig követte el a bűncselekmény sorozatát. Ez Magyarország egyik legsúlyosabb, leghírhedtebb bűncselekmény sorozata. Főleg azért, mert a sorozatgyilkosságokat egy kegyetlen rendőrgyilkosság zárja. Mivel sorozatgyilkosság a téma, ezért megint megkérek mindenkit, aki nem 18 éves, az ne nézze meg a videót. Nagyon megrázó részleteket fogok elmondani a gyilkosságok kapcsán. Sós Lajos a Szegedi Rémhez hasonlóan, akiről már szintén készítettem egy videót, Vas Gyula, aki Szegeden egy családot mészárolt le. Tehát Vas Gyulához hasonlóan Sós Lajos is visszaeső bűnöző volt. Sós Lajosról annyit kell tudni, hogy ő Varga Lászlóval közösen terveltek ki ezt a sorozatgyilkosságot. Legalábbis régebben volt egy tervük, hogy szereznek egy fegyvert, azt hiszem a Nemzeti Bankot akarták kirabolni. Ők amúgy nagyon összedolgoztak. Lopások, autólopás, betörés, mindenben együtt dolgoztak. Sós Lajos mellett föltűnik egy másik név is, ő György József, akivel a Sopron kőhidai börtönben ismerkedett meg. Tehát mind a két társa, akivel különféle gyilkosságokat hajtott végre, a börtönben ismerkedett meg. Már itt előjáróban elmondom azt, hogy ott volt a Szegedi Rém, ott volt a nikotinos gyilkos, akikről ugye már készítettem videót. Akkor még élt a halálbüntetés Magyarországon, és ezeket az embereket ez nem tartotta vissza. A Szegedi Rém és Sós Lajos is visszaeső bűnöző volt. Tudta mi az, hogy börtön? Tudta, hogy van halálbüntetés, és mégis olyan brutális gyilkosságokat követtek el, ami alapján úgy gondolom, hogy ha valaki eléggé elvetemült, azt nem tartja vissza a halálbüntetés. Persze van valami visszatartó ereje, hiszen aki nem ennyire elvetemült, vagy lélektelen, vagy kegyetlen, azt talán előbb elgondolkozik, hogy megtegyen-e bizonyos bűnesetet, vagy nem. Viszont ezeknek az embereknek nem volt elrettentő példa ez. Az utolsó gyilkosság során, ahogy a nyomozók haladtak előre az ügyben, jöttek rá a régebbi gyilkosságokra is. Nagyon sok tettestársat is csak azért vittek be, hogy ezt az utolsó gyilkosságot megpróbálják kideríteni a nyomozók, hogy mi történt, és olyanokat vallotta be, amiről nem is tudtak a rendőrök. Na de, hogy haladjunk szépen sorban, a legelső gyilkosság, amiről beszélni fogok, az 1968. május 15-én történt. Varga László és Sós Lajos úgy döntött, hogy szükségük van egy fegyverre azért, hogy különféle betöréseket tudjanak végrehajtani, amihez kell a fegyver. Gondolkoztak, hogy honnan lehetne szerezni fegyvert. Főleg akkoriban nem volt azért egyszerű fegyverhez jutni. Kiderült, hogy Vargának van egy ismerőse, aki pénzügyőr. Ezzel a pénzügyőrrel megszerveztek egy véletlen találkozást, és elkezdtek iszogatni. Fölmentek a pénzügyőr, azaz Pataki Károly lakására. Megkérték a férfit, hogy mutassa már meg a szolgálati fegyverét. Ezt Pataki meg is tette, így Sósék látták, hogy a férfi hol tárolja a pisztolyt. Ezek után ugye a pénzügyőr visszatette a pisztolyt a helyére. Ezek után elmentek tovább inni, és végül Sós Lajosnak a tanyáján kötöttek ki. Sósék, ők csak tettették, hogy ők résztegek, a férfit akarták leitatni, és a tanyán is folyamatosan csak itatták Patakit. Pataki be is aludt, annyit ivott. Szinte elájult az alkoholtól. Elvették a férfi kulcsait, és elmentek a pénzügyőr lakására. Tudták, hogy hol van a pisztoly.
Elvették a férfi szolgálati fegyverét, és ezek után gondolkozott el Varga és Sós, hogy az jó, hogy nálunk van a fegyver, de mit csináljunk Patakival? Ezért úgy döntöttek, hogy a férfit meg kell ölni. Hiszen amint magához térne Pataki, rájönne, hogy ez a másik kettő vette el tőle a fegyverét. Úgyhogy visszamentek, a férfi még mindig ájultan feküdt, és megölték a pénzügyöt. Még aludt, amikor fogtak egy baltát, belevágták a férfi fejébe, egy késsel elvágták a nyakát, majd levágták a férfi fejét. Ástak egy gödröt Sós Lajosnak a kertjében, és oda temették el a pénzügyöt, Patakit. A fejét a férfi lábához tették, és úgy temették el. Majd később Sós egy csűrt épített efelé a sír fölé, gondolom, hogy elrejtse az ásás nyomait. Mivel Pataki már megpróbált régebben disszidálni, ezért Varga elhintette azt a pletykát, hogy Pataki ismét disszidált, de most sikeresen, ezért tűnt el, és ezért nem tudják felvenni vele a kapcsolatot. Ez annyira jól sikerült ez a pletyka, hogy ezt el is hitték, és az ügyet lezárták. Az utolsó gyilkosság után jöttek rá, hogy ez a férfi nem is disszidált, hanem ez a férfi meghalt. A következő gyilkosság az 1972. október 31-én történt. Sós Lajosról azt tudni kell, hogy nős volt. A felesége prostituáltként dolgozott, és a házasságuk azért eléggé egy nyitott kapcsolat volt. Sósnénak volt egy szeretője. Külön háztartásban is éltek Sós Lajostól. Sós erre áldását adta, hiszen eleve egy olyan felesége volt, akinél elég nagy nyitottság szükséges ahhoz, hogy elfogadja a nő szakmáját. Úgyhogy ez a szerető, ez teljesen elfogadott volt Sós számára. Sós erről tudott, ezt így az elején el kell mondani. Ennél a gyilkosságnál 1972. október 31-én az a furcsa, hogy nem gyilkosságnak indult legelőször. Sósnak a felesége, tehát Sósné küldte el Sós Lajost a saját édesanyjához. Tehát Sósné tudta, hogy az anyjánál szokott lenni készpénz. És Sós Lajosnak szüksége volt pénzre. Erre a helyszínre ment el György Józseffel, a volt raptársával. Próbálták volna az anyóst kirabolni, viszont Sósné anyja aznap nem ment sehova. Így nem tudtak betörni. Amúgy olyan helyen lakott az anyós, ami egy családi házra hasonlít, de az több lakásból állt, és volt egy közös udvar. Tehát az anyós az nem ment sehova. Ezért úgy döntöttek, hogy abban a házban, egy másik lakásban lakik egy özvegyasszony, akkor majd hozzátörnek be. Viszont az özvegyasszony sem akart sehova menni egész nap. Ezért új terv született, elcsalták az udvarban lévő kutyát, majd bekiabáltak ehhez az özvegynőhöz, hogy engedje be őket, mert valamit szeretne üzenni az anyósán keresztül a feleségének. Valószínűleg az özvegyasszony közelebb lakott a kertkapóhoz, ezért tudtak hozzá bekiabálni. Az idősnő özvegy Farkas Józsefnő volt. Beengedte a két férfit, be tudtak menni a nő lakásába. A nőt rögtön egy piszkavassal fejbeverték, agyonütötték. Az asszony ereit felvágták. Terjeng olyan hír is, hogy a nőnél talált ilyen régi bajonettel, vagy valamilyen késsel vágták fel a nő ereit. Valaki azt mondja, hogy Sós tettestársánál volt egy kés, és azzal vágták fel az asszony ereit. A vártnál sokkal kevesebb pénz volt, a nőnél pár száz forint. Találtak nála egy rádiót, azt még ellopták, de annyira értéktelen volt, hogy azt később el is dobták. Ez az eset Török Bálinton játszódott le. Itt is teljesen felesleges, értelmetlen halálról beszélünk, pár száz forintról. Megint csak azért öltek, azért mentek be a házba, mert azt hitték, hogy a nőnél van pénz. Másrészt először azon gondolkoztam, hogy ha az anyós sem ment sehova, akkor miért nem oda törtek be, de aztán tovább gondolva lehet, hogy tudták, ugye, hogy mi lesz a vége, gyilkosság lesz ennek a betörésnek a vége, és nem akarta a Sós a saját anyósát megölni. Ezt tudom csak elképzelni, hogy miért nem akkor az anyóshoz törtek be, ha így is úgy is mind a kétnél otthon volt, akkor miért pont Farkas Józsefnéhez. Bár mindegyik eset szörnyű, a harmadik eset, amit elmondok, az pont azért, amiért ott volt az áldozat, ahol az annyira szomorú,
hogy nehéz erről beszélni. A harmadik áldozatukkal 1979. június 23-án a vecsési halásztanyán találkoztak. Ő volt Borai Lajos. A férfi a harmadik gyermekének a születését ünnepelte. Sajnos pont ide tért be Sós Lajos, és az egyik újonca Németh István. Ő még csak 19 éves volt. Ő vele úgy találkozott, hogy Sós Lajos dolgozott az István kórháznál, mint gépjárművezető, és Németh István is gépjárművezetőként dolgozott, ott találkoztak. A férfi, Sós Lajos ellopott a kórházból egy pecsétet, és végül is autó alkatrészeket vett a kórház számlájára. Majd gyorsan kilépett a kórháztól, viszont a kórház megkapta ugye a több mint 10 000 forintos számlát. Ebben a sikkasztásban vett részt Németh István is. Nagyon gyorsan összebarátkozott Németh István Sós Lajossal, megismerte Sósnak a bűntársait is, és Németh Istvánon is látszódott a hajlandóság arra, hogy ő részt venne ezekben a bűncselekményekben. Elmondták neki, hogy Sósnak van egy nagy terve, hogy majd a későbbiekben egy fegyvert szeretne szerezni, és bankot szeretne rabolni. Ez Németh Istvánnak is nagyon tetszett, neki is kellett volna pénz, hiszen ő mindig más kocsiját vezette, neki nem volt saját autója, és szeretett volna már venni egy saját autót. Ez egy ilyen mester és tanítványa kapcsolat volt Sós és Németh között. Kis Némethnek mondták, hiszen szinte a gyermekük lehetett volna már, ez a 19 éves fiú a többi bűntársnak, és mindig mondták, hogy kis Németh, kis Németh. De bizonyítani kell. Úgyhogy Sós magával vitte egy éjszaka, és kinézte magának ezt a magában iszogató férfit, Borai Lajost. Ugye, aki a harmadik gyerekének a születését ünnepelte. Észrevették, hogy a férfi felvált egy 500 forintost, hogy azzal fizet. Sós úgy gondolta, hogy ő pont jó áldozat, pénze is van, és részeg is. Odaültek Némettel, és elkezdték itatni a férfit. Majd felajánlották neki, hogy hazaviszik. Én úgy tudom, hogy volt egy másik utas is, de őt ki is rakták, ahova megígértek, hogy elviszik, és utána folytatták az utat, Sós, Németh és Borai ült hátul. Majd Sós kért a részeg férfitől a viteldíjat, azt hiszem 100 forintot, de ezt a részeg férfi megtagadta. Lehet, hogy amúgy fizetett volna, csak túl részeg volt, és elkezdett kötekedni, ellenállni. Ezért megálltak az autóval. A két férfi kiszállt, mintha könnyíteni kellene magukon. És közben megbeszélték, hogy Borainak, a 29 éves férfinak meg kell halnia, hiszen látta az arcukat, és ők el akarták szedni a férfinak a pénzét. Úgyhogy visszaszálltak a kocsiba, lecsatolták a férfi óráját, elvették a pénzét, kirángatták az autóból. Sós rátérdelt a férfi mellkasára, és elvágta a férfi torkát. Németh pedig a késével többször melbeszúrta a férfit. Sós Lajos sorozatgyilkos volt, de Németh Istvánról azt mondta, hogy összes bűntársa közül Németh volt a legkegyetlenebb. Amikor később megkérdezték, hogy miért, hiszen ő a legfiatalabb, ő nem volt még börtönben, azt mondta rá Sós, hogy de te még nem láttad őt ölni. Valószínű Sós ennél a gyilkosságnál is látta Németh szemében vagy viselkedésében azt, hogy ő semmilyen lelkiismeret furdalást nem mutat a gyilkossággal kapcsolatban, és ez később ki is derül, hogy ez igaz is, mert megkérdezték Némethtől letartóztatás után, hogy ő számára, Németh számára mi az, hogy szánalom, és ő azt mondta, hogy a szánalom az, amikor elszánod magad valamire, és azt megteszed. Németh sajnos jól vizsgázott ezen a teszten, szó nélkül megölte ezt a férfit. Sőt, amikor kiszálltak beszélgetni, megtárgyalták, hogy mi legyen a férfi sorsa, akkor Németh mondta azt, hogy a halál, mert a holtak nem beszélnek. A férfit ott hagyták, a pusztán álltak meg. Viszont attól féltek, másnap beszélték, hogy így nagyon gyorsan, nagyon könnyen rátalálnak, ezért már hajnalban visszamentek a férfiat, akinél már beállt a hullamerevség, de valahogy begyömölszölték a holttestet a polszki csomagtartójába, és tiszta a püspökig mentek, ott próbálták elásni a férfit, de nagyon köves, nagyon kemény volt a talaj, még az ásó is eltört, ezért egy csatorna falában ásták el félig meddig a holttestet. A 29 éves Borai Lajosnak
a harmadik gyerekének születése napján kellett meghalni a pár száz forintért és egy karóráért. Ezután a teszt gyilkosság után pár héttel később követték el azt a gyilkosságot, amire nagyon készültek, hónapokig készültek. Borai halála is félig meddig, ugye ez teszt volt, hogy német is kellett ahhoz a gyilkossághoz, ami most következik, amiről most fogok beszélni. Sós Lajosnak kellett egy fegyver. Ő ismert egy rendőrt, aki már többször segített neki. De Sós Lajos többször is kijelentette az ismerősei előtt, hogy ő meg szeretné ölni ezt a rendőrt. Vagy ha kell, akkor megöli ezt a rendőrt. Tehát nem csak egy random gyilkosságról beszélünk, hanem egy tervezetről. Ráadásul egy olyan emberről beszélünk, aki már segített Sósnak. Ezek után is, hogy egy segítőkész rendőrről beszélünk, akit megölt Sós, akit kinézett Sós, mégis Sós azt mondta, hogy nem ő a legkegyetlenebb a csapatban, hanem a német. A rendőr halála. Gyulai Károly főtörzsőrmesterről beszélünk. Annyit kell tudni az eset előtt, hogy régebben őrbódékban álltak rendőrök, ők figyelték a forgalmat, főleg Budapest környékén voltak ilyen őrbódék, az utak mellett. Ez egy egyszemélyes kis őrbódé volt, innen származik a fakabát elnevezés is, hiszen ez egy fabódé volt, amiben benne álltak a rendőrök. Gyulai Károly már több éve dolgozott ugyanazon a helyen. Ezeknek a rendőröknek például az volt a feladata, hogy diplomata autók rendszámát írják föl, vagy ha le kellett zárni a Budapest környékét, akkor ők segítettek ebben, vagy ők végezték az útlezárást, igazoltatást, vagy valaki lerobban, akkor segítségnyújtás. Úgyhogy ez volt az ő feladatuk annak idején. Az őrbódi az egykori Steinmetz szobor környékén volt. Azóta ez a szobor már máshova került. Akkor még azt hiszem kétszeres csávos utak voltak még csak ott. Ugye ez egy felkészült támadás volt. Annyit tudtak Sósék, hogy hajnalban kell menni, amikor kicsi a forgalom. Többször elhajtottak az őrbódinán hajnalban, éjfél után, de akkor még láttak egy-két autót, ezért nem merték elkezdeni az akciót. Majd 1979. július 10-én, hajnal 1:30-kor Sósék alkalmasnak látták az időt, hogy lecsapjanak a rendőrre. Még egyszer mondom, hogy ez az egész akció azért történt, hogy megszerezzék a rendőr gép fegyverét. Úgy zajlott le az esemény, hogy megérkeztek egy bordó színű polszkival pár méterre a rendőr őrbódiától. Úgy szálltak ki, mint akik veszekednek, hogy elhitessék a rendőrrel, hogy ez egy valódi lerobbanás. Kinyitották a motorháztetőt, és erre a rendőr kiment megkérdezni, hogy mi a probléma. És mondták, hogy a motortérben van valami probléma, de nem látnak, egyikőjüknél sincs elemlámpa. Ezért még a rendőr vissza is ment a bódéba, hogy elővegye az elemlámpáját. És amikor visszament, hogy segítsen, megvilágítsa a motortéret, rájöjjenek, hogy mi lehet a probléma, ekkor egy Warburg féltengellyel a férfit hátulról fejbe vágták. Majd Sós az egyik társával Gyulai Károlyt betuszkolta a csomagtartóba. Addig Német Istvánnak volt az a dolga az, hogy elrohanjon az őrbódig, és a gépfegyvert megszerezze. Ez nagyon gyorsan zajlott le az egész, és odarohant az őrbódihoz Német, és nagyon ideges volt. Pár másodperc alatt szétnézett, és nem találta a gépfegyvert, anélkül rohant vissza. Mondta, hogy nem találja a gépfegyvert, de nekik ugye a helyszínről el kellett tűnni. Úgyhogy Gyulai Károly ott volt a csomagtartóban, leütve, és mindenki bepattant a poszkba, és elhajtottak a helyszínről. Mentek az úton, és hallották, hogy a férfi a csomagtérben nyöszörög. Ezért megálltak, és még párszor megütötték. Azt hiszem kézzel is, és a Warburg féltengellyel is ütötték a rendőrt. Egy félreeső helyen megálltak, és kivették a férfit a csomagtartóból. De ekkor még a rendőr élt. Ezért Sós elővette a kését, és elvágta a rendőr torkát. Azt hiszem, pont Német volt az, aki gödröt ásott, ebbe temették el a rendőrt a kukoricásban. Hajnal 4:30-kor fedezték föl,
hogy az Őrbódiban nincs ott Gyulai Károly. Gyulainak nagyon rendezett volt, mind a családi élete, mint pedig munkában is egy nagyon szabálykövető ember volt. Tehát tudták, hogy valamilyen baj van. Csak azt nem tudták, hogy a férfi esetleg rosszul lett, arrébb ment, és ott esetleg összeesett, vagy a hivatásából kifolyólag történt valami végzetes. A férfi van, sajnos az utóbbi igazolódott ugye be, de rögtön elkezdték keresni a férfit, hogy hol van. Ő azt hozzá kell tenni, hogy az Őrbódiban megtalálták a férfinak a gépfegyverét. Ott volt ebben a pici Őrbódiban, csak német annyira kapkodhatott, annyira ideges lehetett, hogy nem látta meg a gépfegyvert. Megtalálták az Őrbódiban rendőrnek az esőkabátját is. Ez fontos a későbbiekben, mert ez alapján is be tudták határolni, hogy mikor történt a gyilkosság. A rendőrök, akik ugye azután érkeztek ki, hogy jelentették, hogy Gyulai nincs a helyén, elkezdték centiméterről centiméter átvizsgálni a környéket, és nagyon közel pár méterre meg is találtak egy vértócsát az úttesten. Aznap hajnalban esett az eső. Viszont a férfit az eső előtt ölték meg, annyival, hogy a vér bele tudjon száradni az úttestbe. Nem most ezt el az eső, tehát ha tudták, hogy ez a vértócsa azért nem jelent jót, sejtették, hogy mi történt, de még mindig reménykedtek, hogy esetleg élve megtalálják Gyulait. A vértócsa abban is segített, hogy később, miután megtalálták a férfi holttestét, tudhatták, hogy mikor történt az eset, hiszen ott volt az esőkabát az Őrbódiba, tehát tudták, hogy akkor történt valami, mielőtt esni kezdett, és a vértócsa sem mosódott el, tehát nem az esőben, hanem az eső előtt történt. Elkezdtek szemtanúkat keresni, és elkezdtek nagyon sok rendőrt bevonni ebbe az egész keresésbe. Helikopteren is kutatták a környéket. A helikopteres keresés is segített abban, hogy nagyon gyorsan megtalálták pár nap, azt hiszem 4 nap kellett ahhoz, hogy megtalálják a férfi, a rendőr holttestét a kukoricásban, hiszen ugye a helikopterről le lehetett látni, és látták, hogy ott a kukoricás meg van bolygatva. Az a helyszín, ahol megtalálták a holttestet, ott találtak lábnyomokat is, találtak vérnyomokat is, úgyhogy ez is segített később a rendőröknek. Itt nagyon profi nyomozás zajlott amúgy, és nagyon sok rendőr vett ebben részt. Ez 1979-ben történt, és a 60-as évek végén döntött úgy a rendőrség, hogy elkezdi a számítógépeket bevonni az ő munkájukba, elkezdik azt használni, hiszen rájött a rendőrség, hogy ez a jövő, és ez segíti a munkájukat is, és ennél az esetnél is alkalmazták a számítógépes segítséget, de az adatfeldolgozás, meg az adatbevitel megtörtént, viszont a rendőröknek a talpalása hozta meg végül is az eredményt. Na de sorban haladok. Gyulai holttestét megtalálták a tarkóján, és a feje tetején 4-5 kemény és tompa tárgyal okozott roncsolt sérülés volt. A pisztolya eltűnt. Sósék azt elvitték, ha már a gépfegyvert nem sikerült megszerezni, akkor a maroklói fegyvert elvitték. A helyszín körül találtak még egy Warburg féltengelyt is, és már valószínűsítették is, hogy az a féltengellyel okozták a férfi fején a sérülést. Nem csak ott találtak nyomokat, hanem az Őrbódiban is találtak a széken és a kilincsen olyan új lenyomatokat, ami nem a rendőrhöz tartozott, hanem egy olyan emberhez, akinek nem volt büntetett előélete, tehát nem tudták azonosítani, viszont új lenyomatot találtak. Az Őrhely környékén minden autóst megállítottak, kikérdeztek, munkásőrök, rendőrök, mindenki részt vett ebben a nyomozásban. 180 ezer emberrel beszéltek. Átnéztek 1 millió gépkocsi nyilvántartást. Onnan tudták, hogy milyen gépkocsiról van szó, mert sok szemtanú volt. Volt, aki az Őrbódi körül látott egy bordó autót. Megbízható volt itt is a tanú, viszont ő azt mondta, hogy egy bordó Skodát látott, viszont Csósiknak bordó poszkijuk volt. Íhás rendszámot is mondta a szemtanú, hogy íhás rendszáma volt ennek a bordó Skodának. Az IH és a bordó stimmelt, ezért átnéztek 1 millió gépkocsi nyilvántartást. 14 ezer gépkocsit közvetlenül ellenőriztek, 7 ezer gépkocsit pedig technikai vizsgálat alá is vetettek.
Ugyanis, amikor megtalálták a Rander holttestét, találtak mikroszkópikus méretű festékdarabot. Kiderült, hogy ez is egy bordó autóból származik. Tudja, a férfit, amikor csomagtartóba rakták, akkor kerülhetett rá a festékdarab. És ezt is nézték, amikor a gépkocsikat technikai vizsgálat alá vetették. És igen, itt kezdődött el az igazi adatfeldolgozás számítógépeken. Annyi adat volt, hogy azt már rendőr főiskolások vitték be az adatokat folyamatosan a számítógépekbe, viszont annyi adatot kellett volna felvinni, és hát vittek is fel folyamatosan, hogy közben a rendőrök meg megtalálták a tetteseket. Sós Lajos neve már nagyon korán elhangzott. Ugye ez az őr Bódé, ebben mindig ez a rendőr volt, tehát őt is ismerték a környéken, hiszen már, mint mondtam, többször is segített Sósnak is. Sós is ismerte ezt a rendőrt. Nem csak Sós ismerte a rendőrt, hanem Sós Lajost is ismerték a környékről. Volt egy szemtanú, aki azt mondta, miután kiderült, hogy egy bordó színű autót keresnek, volt egy, hát nem is egy szemtanú, hanem egy környéken lakó, aki azt mondta, hogy Sós Lajosnak van egy bordó autója, IH-s rendszámmal, és ő egy visszaeső bűnöző, és őt képesnek tartja arra, hogy rendőrt öljön. Volt egy piacos is, ugye a piacosok hajnalban mennek árut beszerezni, vagy árulni, és ez a piacos azt mondta, hogy az őrbódétól pár száz méterre, maximum pár száz méterre látott egy lerobbant, egy nyitott motorháztetőjű autót. Piros vagy bordó színű autó volt. És azt mondta, hogy látta, hogy az őrbódétól megy a rendőr Gyulai egy elemlámpával, ugye a lerobbant autó felé. És azt mondta, hogy az autó körül olyan emberek voltak, akiknek fiatalos volt a mozgása. És mondta, hogy ez 1:30 körül történt. Ez is megerősítette a rendőröket abban, hogy piros vagy bordó színű autót kell keresni, és azt is, hogy 1:30-kor az eső előtt történt a bűneset. A holtas mellett ugye megtalálták a Warburg féltengelyt, amin találtak vért, ami megegyezett Gyulai vérével, tehát a gyilkos eszközt is beazonosították, úgyhogy már nem csak gyanús volt, hogy azzal ölték meg a rendőrt, hanem biztos volt. A rendőrség közleményben hívta fel a figyelmét a lakosságnak, vagyis hát kérte a lakosságot, hogy ha bárki bármilyen információval rendelkezik az üggyel kapcsolatban, akkor az jelentkezzen. Maga a gyilkosság 1979. július 10-én történt. Július 16-án pedig egy telefonhívás érkezett a 18. kerületi STK rendelőintézetből. Hívták a rendőrséget, mert valaki a rendelőintézet női mosdójában talált egy pisztolyt, zacskóba csomagolva. Az, aki találta a pisztolyt, az eltűnt. Csak ugye az volt meg, akinek leadták a pisztolyt ott a rendelőintézetben. Keresték is, hogy ki volt az, aki leadta a pisztolyt, de nem találták. Úgyhogy a rendőröknek ez is plusz munka volt, hogy kb. 200 nevet kellett átnézni ahhoz, hogy megtudják, hogy ki adta le a pisztolyt. Akit először gondoltak, az azt mondta, hogy nem ő volt, de később kiderült, hogy egy asszony adta le a pisztolyt, és kiderült, hogy azért tagadta le, hogy ő találta meg a pisztolyt, mert a nőnek a fia régebben emberölés miatt már el volt ítélve, és valószínű félt, hogy a fiát már megint belekavarják valamibe. Viszont a pisztolyt le akarta adni. Ezért nem merte bevallani elsőre, hogy ő találta meg, de kiderült, hogy ő volt, és az volt a nagyon nagy szerencséjük, hogy nagyon tiszta alibiuk volt. Nem volt luk ezen az alibin. Nem csúszhatott el sehol, tehát kiderült, hogy az asszony csak megtalálta a pisztolyt, és a fia ebben a gyilkosságban nem vett részt. Lényeg az, hogy ez a pisztoly, ez Gyulai Károlynak a pisztolya volt. Hogy került ide a pisztoly? Ugye ellopták a férfitől, viszont amikor ott hagyták Gyulait eltemetve, és mindenki hazament, az összes tetes hazament, meghúzták magukat. Arra vártak, hogy mekkora port kavar ez az ügy, hiszen mégis egy rendőrt öltek meg. Nem hiszem, hogy számoltak azzal, hogy ilyen nagy erőkkel kezdik meg a nyomozást a rendőrök, és ennyire jól szervezetten teszik a dolgukat. Sósék megijedtek. Megijedtek, és a pisztolytól meg akartak szabadulni,
Azt hiszem, először egy mezőn helyezték el ezt a pisztolyt, de aztán elvitték ebbe a rendelő intézetbe, elvileg azért, mert úgy gondolták, hogy ebben a női mosdóban valami csap mögé helyezték ezt el azt a pisztolyt. Úgy gondolta Sós, hogy ott nem találják meg. Legalábbis egy ideig nem találja meg senki. Miután megtalálták a pisztolyt, ugye átnézték, hogy kihez lehet köthető ez a helyszín, a rendelőintézet, hiszen nem véletlen, hogy ide helyezték ezt el. Átnézték azokat, akik ide járnak ebbe a rendelőintézetbe, és Sósnak a neve itt megint szembe jött, hiszen a férfi ide járt kezelésre, rendszeres kezelésre. Annyira azért figyeltek a tettesek, hogy sem a ezen a papírzacskon, sem a pisztolya nem volt új lenyomat. Elég sok idő eltelt, hiszen július 10-e volt az eset, és augusztus 29-én járunk most. Augusztus 29-én ismét megjelent egy teljes bűncselekményt ismertető közlemény, és a kékfényben is foglalkoztak az üggyel. Miután első körben az átnézett nevek és átnézett gépkocsik nem hoztak elsőre eredményt, Sós Lajosnak a kocsiját is megnézték, és elsőre átment valahogy az ellenőrzésen, mert azt hiszem pont átfestettette a kocsiját. A lényeg az, hogy elsőre átment Sósnak az autója, de megint Sós Lajos neve fennakadt a szűrőn. Miért akadt fönt? Július 10-én, pont a gyilkosság napján került betegállományba Sós Lajos, és pont 16-án volt felülvizsgálaton. Aznap, amikor az egyik nő ugye megtalálta a mosdóban a pisztolyt. Tehát ez a rendőröknek ugye elég gyanús, hogy Sós Lajos neve ismét felkerül a gyanúsítottak, hanem nem is a gyanúsítottak listájára, de azért a neve megint felmerült. Ugye, mint mondtam, rengeteg embert kérdeztek ki, rengeteg autót néztek át, különösen próbáltak át vizsgálni, vagy foglalkozni azok az emberekkel, akiknek a neve többször is előkerült. Sós Lajos neve többször került elő. Folyamatosan ugye vitték be az adatokat a számítógépe. Külön vitték fel az adatokat, külön a gyilkossággal kapcsolatban, az autókkal kapcsolatban. 1979-ről beszélünk. A komputer mégis 10 lehetséges gyanúsított nevét dobta ki, és köztük volt Sós Lajosnak a neve is. Tehát a rendőri nyomozás is Sós Lajoshoz elvezetett, meg a számítógép is ezt a nevet dobta ki. Az esethez hozzá tartozik, hogy Sós Lajos 35 éves korára 5-ször volt büntetve, és 12 évet ült addigra már börtönben. A bűnlistáján volt vagyon elleni bűncselekmény, személy elleni erőszakos bűncselekmény, a munkahelyét sűrűn váltogatta, ő se találta sehol a helyét, és azt hiszem 5 osztályt végzett el, de nem az alul iskolázottsága miatt lett sorozatgyilkos. Az közrejátszhatott abban, hogy olyan emberek társaságába keveredett, akik a bűn útjára csábították, hiszen nem volt szakmája, nem olyan emberek között élt, de akkor is olyan kegyetlen dolgokat tett ő is meg, ami akkor sem magyarázza ezt, hogy csak 5 osztályt végzett, hiszen attól még valaki lehet rendes ember, lehet lelke, lehet lelkiismerete, most ennek az embernek nem volt. A kapcsolatai, a nőkkel való kapcsolatai is nagyon alkalmiak voltak, sokszor váltogatta a partnereit. Volt házassága, 18 évesen azt hiszem már nős volt. Aztán számos élettársi kapcsolata volt, a második házasságában a felesége hol elhagyta, hol visszament. Gátlástalan és agresszív volt, nem csak úgy az életben, hanem a szerelmi partnerével is az volt. Egy idő után ő nem is akart volna más lenni, mint akivé vált, és mindig a hasonszörűek társaságát kereste. És többször kijelentette, hogy a 4-es útnál álló rendőrt fogom elintézni, meg azt is tudták, hogy egy nagy balhéra készül, és azt is mondta, hogy ha kell, hazavágok egy rendőrt a fegyveréért. Sós Lajos Vecsésen lakott, közel ehhez a Steinmetz szoborhoz. Ezt csak azért mondtam el, hogy jobb a rálásunk maga erre az elkövetőre, a gyilkosság kitervelőjének az életére. Miután a férfi neve többször felmerült a gyilkossággal kapcsolatban, ezért most már a rendőrök kifejezetten Sós után kezdtek el kutakodni, hogy
köthető-e a gyilkossághoz. Ugye tudták, hogy neki egy bordó poszkia van, IH-s rendszámmal, tudták, hogy ott volt a rendelőintézetben aznap, amikor a pisztolyt megtalálták, közelben lakott, ahol a rendőr is visszaeső bűnöző volt, tudták, hogy olyan viselkedése van, ami arra utal, hogy megölne akár egy rendőrt. Ezt mind tudták, csak bizonyíték nem volt. Elkezdtek a rendőrök a testtársak iránt nyomozni, vagy után nyomozni. Varga László és György József is a rendőrök látóterébe került, mert tudták, hogy Sós Lajosnak a bűntársa. Tudták, hogy velük együtt ült, és ezért úgy döntöttek, hogy beviszik egyesével az embereket, úgy, hogy ők, hogy ne tudják egymásról, hogy őket letartóztatták. Különféle okokat találtak a rendőrök. Volt olyan, akinél volt az a RAF rendőri felügyelet talán. Tehát a rendőrök meghatározhatták annak idején, hogyha egy visszaeső bűnöző éppen szabadlábon volt, hogy az a férfi vagy nő éppen ki. Tehát, hogy hova mehet, melyik szórakozó helyre bemehet, vagy nem mehet, mikor, hol kell lennie. És volt, akit azért vittek be, mert ezt megszegte. Sós Lajosnak ürügyén vitték be, hogy ugye mondtam, hogy az István kórház pecsétjét használta autó alkatrész vásárlásához. Úgyhogy őt sikkasztás gyanújával vitték be. Mindenkit másért. Ami segítette azt, hogy a rendőrök tényleg eljussanak oda, hogy már talán azért lesz eredménye annak, hogy bevigyék Sós Lajos és a bűntársait, az volt, hogy ők kaptak egy telefonhívást. A telefonáló elmondta, hogy a 72. októberében Török Bálinton követett el Sós Lajos egy betörést, gyilkosságot. Elmondta, hogy 1972. októberében, amikor emlékeztek közben egy Farkas Józsefnét ölték meg, először az anyoshoz akarta betörni, aztán végül is az özvegy asszonyhoz törtek be, ölték meg azért a pár száz forintért. Azt is elmondta, hogy egy öreg asszony volt az áldozat, és Sós egy Józsi nevű bűntársával követte el ezt a betöréses gyilkosságot. Utána néztek, hogy Sós Lajos bármilyen Józsi nevűvel kapcsolatban áll-e, és ugye eljutottak György Józsefig. Azt is megtudták, hogy 1972. október 31-én valaki megölte özvegy Farkas Józsefnét. Úgyhogy, amiről az előbb már beszéltem, az őrizett bevételek. Ezek megkezdődtek 1979. augusztusától. Folyamatosan vitték be őket egyesével. Először György József, aztán október 8-án Sós Lajos és Németh Istvánt vitték be. Aztán megérkezett a bűnügyi technikai intézetből a jelentés. Összevetették Sós Polszkijának az eredeti festését azzal a mikroszkópikus festékdarabkákkal, amit a rendőr holttestén találtak, és kiderült, hogy ezek egyeztek. Miután egyesével bevitték Németet, Sóst is, és György Józsefet is, úgy gondolták, hogy megkeresik a leggyengébb láncszemet. Mindig a leggyengébb láncszemet keresik, és úgy haladnak fölfele a legerősebbik. A legerősebb az általában sosem van. Sós pedig olyan bűnöző volt, az volt az elve, hogy csak azt vallom be, amit rám tudnak bizonyítani. Ő nagyon kemény volt, és nem tudták volna megtörni. Németh István volt a kiszemelt, a leggyengébb láncszem, hiszen ő még nem volt büntetve, és ő neki még volt igenis vesztenivalója. Ő egy 19 éves fiatalember volt. Németh István tudta, hogy amúgy is, hogy hiába val be bármit, őt nem ítélhetik halálra, hiszen a halálbüntetés csak 20 éves kort betöltöttől adható. És ő még nem volt 20 éves, tehát ott, hogyha bármit beval, nem ítélik halálra. Úgyhogy ezért is kezdték nála a kikérdezést. Németh István belátta, hogyha elkezdi a beismerést, akkor ezzel többre megy, mint hogyha elkezd tagadni és húzza az ügyet. Azonban a beismerést nem a rendőrgyilkossággal kezdte. Németh bevallott, hogy 1979. június 23-án a halásztanyán ugye találkoztak Borai Lajossal, aki a harmadik gyermekének a születését ünnepelte, és bevallotta az egész estét, hogy hogyan alakult, és azt is, hogy Sós Lajossal ők megölték ezt a férfit. Az özvegy Farkas Józsefné megölését pedig György József vallotta be. Ő is belátta, hogy el kell kezdenie bevallani a dolgokat, és ő se a rendőrgyilkosságot vallotta be, hanem a Török Bálinton történteket, amit 1972-ben követtek el. Gyulai Károly meggyilkolásakor
ott volt Németh István, Sós Lajos és György József is. Már csak ezt a rendőrgyilkosságot kellett bebizonyítani. És ugye, ahol elásták a holttestet, találtak lábnyomokat. És az elkövetőknek az aznap viselt cipői ezekbe a lábnyomokba tökéletesen beleillettek. Már csak ezt kellett rájuk bizonyítani. Úgyhogy mind a két másik bűntárs is bevallott még külön egy-egy gyilkosságot. És miért Németh Istvánhoz mentek, közölték vele, hogy megdönthetetlen bizonyítékok vannak a rendőrgyilkossággal kapcsolatban. Kértek Németh Istvántól egy névsort. Németh István pedig rövid gondolkodás után közölte Sós Lajos, György József és Németh István. György József sem tanakodott sokáig, ő is rögtön bevallotta magának a rendőrgyilkosságnak a részleteit. Sós Lajost ugye úgy vitték be, hogy sikkasztással vádolták, ugye az alkatrészek, autóalkatrészek miatt. De azért valószínűleg is feltűnt, hogy a BRFK életvédelmisei nem foglalkoznak sikkasztással. Valószínű, hogy itt tudta, hogy miért van bent, de nem vallott be semmit. Aztán az őt kihallgató nyomozó is közölte, hogy a többiek már vallottak. Azt is olvastam valahol, hogy elvileg az őt kihallgató nyomozó úgy tett, mint amikor Borai már hullamerevséget kapott. Úgy rakta a kezét ilyen megmerevedett állapotban, úgy ült le Sóssal szemben, és csak annyit mondott, hogy a holtak nem beszélnek, ugye? Ekkor valószínűleg már Sós tudta, hogy a nyomozó Borairól beszél. Ezt csak egy helyen olvastam, ez nem biztos, hogy így volt, de az biztos, hogy már tudtak részleteket a rendőrgyilkosságról, úgyhogy ezekkel a tényekkel, részletekkel szembesítették Sóst is. Elvileg egy görcsös sírás vett rajta erőt, meg el is fehéredett, mert tudta, hogy itt már mindennek vége. 5 emberölést vallott be. Eddig tudtunk a pénzügyőről, az özvegyasszonyról, a 3. gyermeke születését ünneplő férfiról és a rendőrről. Hanem mi az 5. Mindezek előtt volt egy gyilkosság, amit be is vallott most Sós. Sós Lajos ugye Varga Lászlóval már régebb óta együtt dolgozott, kisebb-nagyobb balhékban. Kisebb lopásokat elkövettek egy István nevű férfival. De Sós félt attól, hogy István őket beárulja, ezért a férfinak meg kellett halnia. Lecsalták őt a Dunapartra, elkezdték itatni, majd belökték őt a Dunába. Úgy tudom, ugye István nem tudott úszni, és félelmében, pánikjában valószínűleg nagyon gyorsan el is süllyedt és meghalt. Ennek is utána néztek a rendőrök. Kiderült, hogy tényleg volt egy István nevű férfi, aki 1963. augusztusában tűnt el. A holttestet exhumálták, de szintén nem volt azonosítható az állapota miatt. Viszont Pataki Károly holttestét, a pénzügyőrét megtalálták Sós udvarán, a csűr alatt eltemetve. Sós Lajost kivizsgálták. Intelligensnek találták, csak éppen az a fajta intelligencia hiányzott belőle, ami az embert emberré teszi. Sós Lajost és György Józsefet halálra ítélték. Németh Istvánt életfogytiglanra, hiszen, mint mondtam, ő még nem volt 20 éves, ezért nem adható neki halálbüntetés. Az életfogytiglani börtönbüntetés pedig itt 20 évet jelent. Sós Lajosnét is elítélték, ő 2 évet kapott, és Mester János, Sós Lajosné szeretője, pedig 4 évet kapott. Elérkezett az utolsó vacsora ideje is, és elvileg Sós Lajos pörköltet kért. Annyira próbálta mutatni, hogy ő nem fél, vagy őt nem lehet megtörni, hogy elvileg még másnap reggel is a hideg pörköltből még evett. Mende monda, vagy nem, de még akasztás előtt, még a bitofára menet, még kért volna egy feles pálinkát is, de ezt ugye megtagadták tőle. Sós Lajost és György Józsefet 1980. október 1-én akasztották föl. Varga László, ő 15 évet kapott. Őt azért hagytam így későbbre, hogy elmondja, hogy 15 évet kapott, mert furcsa. Azért furcsa, mert az ítéletet hozó
bíró. Fejéből ugye nehéz kiverni azt a gondolatot, hogy ő részt vett ugye egy pénzügyőr megölésében. A pénzügyöt nem azért ölték meg, mert pénzügyőr. Úgymond nem a munkájából kifolyólag ölték meg, de valamilyen szinten mégis, hiszen a pisztolya miatt ölték meg, hogy azt megszerezzék. De mégsem hivatalos személy elleni bűncselekmény miatt ítélték el, hanem hogy részt vett ebben a gyilkosságban. Azt, hogy miért 15 évet kapott, azt nem tudom, de annyit tudok, hogy 15 évet kapott. És ugye ott van Németh István. Németh István, aki 20 évet kapott, 79-ben volt a gyilkosság, és azt hiszem 80-ban ítélték el. 2000 decemberében engedték ki. Akkor azt mondta, hogy ő jó útra tért. Még plébánián is dolgozott, de pár nap után ki is rúgták, hogy nem oda való. Próbált elvileg munkát találni, de mivel mindig nagyon gyorsan kiderült, hogy ő rendőrgyilkosságban vett részt, ezért mindig elbocsátották a munkahelyéről. Aztán élettársi viszonyba is kezdett, de volt hajléktalan is. Akivel élettársi viszonyba kezdett, annak a nőnek már volt egy kislánya. Majd Németh Istvánnak és ennek az élettársnak született egy közös kisfiúk is. 2010-ben még készült vele Németh Istvánnal interjú, és ő tényleg azt mondta, hogy a lelkiismerete miatt már nem tudna senkinek ártani, jó útra tért, családja van. 2018-ban az élettárs feljelentette Németh Istvánt, azzal vádolta meg, hogy mind a két gyermekét, tehát a közös gyermeket, a fiút is, és a nőnek a lányát is folyamatosan, szexuálisan zaklatta. A férfit el is ítélték 2019-ben, és hát ugye megvádolták. Kiderült, hogy heti rendszerességgel zaklatta ezeket a gyerekeket, mind a kettő 12 éven aluli volt. A ház mögötti melléképületben történtek ezek a zaklatások. A férfit el is ítélték 2021-ben 15 évre. Nem tudom, hogy nem nézték esetleg azt, hogy ő már mit tett, de úgy voltak vele, hogy a büntetését már leülte, tehát nem azt nézték, hogy ő már mit tett, és most megint mit tett, és ezért úgymond csak 15 évet kapott, hanem azt nézték, hogy ebben az ügyben ő 15 évet érdemel. Azt meg is kapta, viszont még mindig nincs vége. Ugye 2010-ben mondta, hogy ő nem tudna senkinek ártani. 2010-ben. És kiderült, hogy 2008-ban volt egy gyilkosság, amiben egy hajléktalant gyújtottak föl. A hajléktalan a Kútvölgyi Kórház közelében lévő erdőben gyulladt föl. Egy égést segítő folyadékot öntöttek. Úgy tudom, a férfira közvetlen, nem annak a kis bunkalójára, sátrára, hanem magára a férfira, és ezt felgyújtották. A férfi két nap múlva belehalt a sérüléseibe. Közel 90%-ában megégett a férfi, a harmad-negyedfokú égési sérüléseket szenvedett. Ugye ezzel megvádolták a későbbiekben Németh Istvánt, hiszen kiderült, hogy Németh István ugye hajléktalanként is élt, mert nem talált munkát, mert kiderült mindenhol, hogy ő rendőrgyilkos. És vitába keveredett ezzel a hajléktalan férfival, és ezért őt felgyújtotta. 2008-ban történt ez a gyilkosság, 2010-ben mondta azt, hogy ő nem tudna senkinek ártani, ezt mondta a tévében. Megvádolták ezzel a gyilkossággal is a férfit, és el is ítélték tényleges életfogytiglani szabadságvesztésre, feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül. Ezt a fővárosi ítélőtábla már helyben hagyta, úgyhogy Németh István már örökre a rácsok mögött marad. Azért hagyta jóvá a fővárosi ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét, mert különös visszaesőként elkövetett emberölés miatt tényleges életfogytiglanig tartó ítéletet, büntetést érdemel a férfi. Ez az eset szerintem elég részletes volt és elég megdöbbentő. Mindegyik gyilkosság értelmetlen volt. A rendőrgyilkosság is a Mindegyik egy értelmetlen halál volt, és nem csak az áldozatok részéről nézem, hanem maga az elkövetők, amit kaptak cserébe. Nem érte meg az egyik se. Nem azt mondom, hogy ha több pénzt tudtak volna rabolni, akkor megérte volna, de a rizikót sem érte meg nekik sem, amit kaptak cserébe. Mivel ez 1979-ben történt, nem olyan régen, és
még élnek elkövetők, meg az áldozatok családtagjai, ezért a kommentet addig hagyom meg, amíg nem érkeznek olyan kommentek, amiket nem tudok, nem fogom egyesével törögetni, hogyha olyan kommentek jönnek, akkor megszüntetem a komment lehetőségét, majd megváltom. Annyit tudok még, hogy készült interjú Gyulai Károly özvegyével, több évtizeddel a férfi megölése után. Ugye három fiúk volt, és megkérdezték a Gyulai Károly özvegyét, hogy ha bármelyik fiú rendőrnek ment volna, akkor mit szólt volna hozzá. Azt mondta, hogy lehet, hogy volt ilyen gondolatuk, de ő biztos, hogy nem hagyta volna, hogy ő közülük bármelyik is rendőrnek menjen, mert nem bírt volna elviselni még egy ilyen vesztességet. A legkisebb fiú azt nyilatkozta annak idején a tévében, hogy persze ez valószínű, hogy nem ment volna el a tettig, csak ezt érezte. De azt mondta, hogy ha tudja, hogy mikor szabadon német is van, akkor lehet, hogy ott várta volna a börtön előtt. Szerzett volna egy pisztolyt, és revansot vesz az édesapja miatt. Jobb is, hogy nem tudta, hiszen nem követett el ő is egy végzetes dolgot. És mivel ez nem egy külföldi eset, nem egy régi eset, nagyon sok embert esetleg még ti is ismerhettek, akik hozzátartozók, úgyhogy tényleg megkérek mindenkit, hogy legyetek tisztelettel a szavaitokkal. Meg lehet fogalmazni véleményt, csak tényleg olyan hangnemben. A Valódi Bűnösetek csatornán találhattok még olyan eseteket, amit Magyarországon követtek el. Ha érdekeltiteket hasonló eset, akkor nézzetek szét. Remélem a következő részben találkozunk, vigyázzatok! Egymásra és magatokra. Sziasztok!